Sziasztok, sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Ebben a videóban a múltkori rolling base-t fogom egy kicsit újra gondolni, illetve tovább gondolni, és megpróbálok rávilágítani arra, hogy hogyan lehet a delay-ekkel plusz lüktetést, illetve atmoszférát adni bármilyen zenének. Ezt most ismét egy ilyen rolling techno alapra fogom ráhúzni, de egyébként ez a technika bármilyen zenére, hangszeres zenére is ráhúzható, úgyhogy szerintem mindenki vegye ki belőle magának azt, amit hasznosnak vél. Lássuk is, hogy hogyan működik mindez. Így nézett ki a múltkori rolling bass. Ugye 16-odok dolgoztak, és többen fájlaltátok, mint ahogy azt előre is jeleztem, hogy így lesz, hogy a stereo bassline sokaknak nem tetszett. Így szól monóban, így meg stereóban. Na hát most egy olyat fogok készíteni, hogy leduplikálom ezt a sávot, és egy másik verzió fog ide létrejönni. Hát is nevezem offbeatnak. Csinálunk belőle egy valóban offbeatet. És lemonósítom. Kiteszek egy ilyen position métert, amivel tudjuk nézni, hogy valóban nem történik-e fázis kioltás. Így szól tehát az offbeat, és a guruló hatást azt pedig a delay-ekkel fogom most megteremteni. Fogok egy sima gyári delay-t, átállítom 16-odokra, kicsit megszűröm. Halljuk, hogy a 16-odok azok ismét elkezdtek dolgozni. Viszont, hogy egy kicsit érdekesebb legyen, a felharmonikusokon változtatunk, mégpedig úgy, hogy mondjuk egy overdrive-ot rádobok. De ahogy a régi hangmérnök mondás mondja, nincsen overdrive EQ nélkül, úgyhogy kicsit erre rájavítunk. Mondjuk ez egy verzió. Csinálok egy másik verziót, azt egy másik delay-el fogom megcsinálni. Biztos sokan ismeritek az Echo Boyt. Aki nem, annak kötelezővé tenném, komolyan mondom. Az összes Soundtoys-os plugin az vérlázítóan jó. Nem, ez itt nem a reklám helye tényleg, de szóval ezek valamilyen nagyon jól sikerültek. Úgyhogy ezt mindenkinek javaslom. Hát nézzük akkor itt is a 16-odokat. Adhatunk neki még szaturációt. Meghallgathatjuk a kettő közti különbséget. Kombinálhatjuk is a kettőt. Mondjuk ez egy ilyen szélesebb spektrumú lesz, és akkor a B return csatornán lévőt, azt pedig így szétszűröm még jobban. És összeengedjük a kettőt. Hogy ne szóljon össze a lábdobbal, ezért itt is kivehetjük a lábdob helyét sidechain kompresszorral, vagy pedig bármilyen hangerő automatizáló pluginnel, például Kickstarttal. Ezt rátetjük mind a kettőre. Az Echo Boyt átállítom nem 16-odra, hanem pontozott 8-adra.
halljuk, hogy itt teljesen más az érzet. És akkor most engedjük össze a kettőt. És akkor ennek a kettőnek az arányával tudunk játszani. És most mutatok még egy trükköt, amivel ezt az egészet tovább tudjuk gondolni. EQ automatizálás. Ráteszem erre az Echo Boy-ra, és mondjuk 200 Hz-nél emelek, 400 Hz-nél csökkentek, kicsit szélesebb módon, és a scale-t, amivel inverzálni tudom az EQ-t, ezt fogom beautomatizálni. Ez egy plusz lüktetést fog adni az egésznek, nézzük. Mondjuk ezt fel is vehetjük. Hát ezzel a kedvünk szerint játszhatunk. A lehetőségek végtelenek, és ezt tovább tudjuk gondolni. Remélem, hogy mindenkinek a fantáziáját azt be tudtam indítani. Úgyhogy nagyon jó zeneírást kívánok mindenkinek a továbbiakban. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!